200 millió forintos támogatás új térrel bővülhet a Munkácsy Mihály Múzeum. Lezárultak az aukciók, 11 ezer hektár földet vásároltak a gazdák. Új edző, új játékosok és taktika, indul a szezon a kéziseknél. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják, Horváth Szabolcs vagyok. 450 millió forintos hitelt használhat fel a város utak és járdák felújításához. Békés Csaba hamarosan benyújtja idei évi utolsó topos pályázatát is, ezen felül magasabb összeggel támogatják az ügyeleti ellátás biztosítását is. Közgyűlés után értékelt a Fidesz frakció. Idén utolsóként a Munkácsy Múzeum bővítésére nyújt be pályázatot a Terület és Település Fejlesztési Operatív Program keretében az önkormányzat. Többek között erről is döntés született a csütörtöki közgyűlésen. Megpróbáltuk ezt az egész pályázati rendszert úgy megvalósítani, hogy jó minőségbe adjuk be, hatékony legyen és megfelelő fejlesztéseket hajtsunk végre. Ugye ez egy hosszú folyamat volt, elég sokat üléseztünk a munkacsoportok révén, a toppos munkacsoportok révén, és a döntést szerintem jól hoztuk meg, hisz azok a pályázatok, amiket beadtunk, azok, mondom még egyszer, mind nyertek. Nem a közgyűlésen, hanem a pénzügyi gazdasági bizottság előtt szerepelt az a határozat, miszerint a kormány engedélyezte Békés Csaba számára a már korábban betervezett 450 millió forintos hitelfelvételt. Ezt még a költségvetés kapcsán terveztük be a költségvetésbe. Ennek a túlnyomó része majdnem 240 millió forint út, járda felújítások, esetleg építések, és ebben a képviselőknek az igényei is benne vannak. Az új szabályok szerint ez egy kormányzati engedélyhez kötött. Az ügyeleti rendszer támogatásával kapcsolatban elhangzott, az országos átlaghoz képest a legkisebb hozzájárulást adta eddig a város, így üdvözlendő a támogatás emelése. A Békés Csabai MSZP tagjai támogatják a városi fejlesztéseket, ugyanakkor nagyobb összefogás sürgetnek a város és a képviselők részéről, mondta Miklós Attila a párt soron kívüli közgyűlést követő tájékoztatón. A baloldali önkormányzati képviselő szerint csak így érhető el, hogy a békés megyeieket is ugyanazok a jogok illessék meg, mint az ország többi részén élőket. A top keretből 200 millió forintos forrást hív le az önkormányzat a Munkácsy Mihály Múzeum bővítésére, 740 milliót pedig a piac fejlesztésére. A szocialisták támogatták a pályázatok benyújtását, azonban hiányolják a részletekbe menő tájékoztatást és azt, hogy kikérjék a véleményüket. Nem látjuk azt a Munkácsy negyed elképzelést, amelyről polgármester úr elmondása szerint már több körben egyeztette államtitkárságon. Nem látjuk azt a piacfejlesztést, amelyet maga a miniszterelnök, aki soha nem hazudott, mondta azt, hogy egy olyan nagyívű fejlesztés lesz, amit még talán az egész ország legnagyobb piacfejlesztése lesz. Itt Békéscsabán ugye közel 6 milliárd forintot ígértek erre. Ebből a mostani pályázat 750 millió forintot irányoz meg, vagy céloz meg különböző energetikai beruházásokra. A képviselő fontosnak nevezte, hogy plusz forrást szavazott meg a közgyűlés az orvosi ügyelet ellátására, a nyomdaipari képzésben pedig a szocialisták Gyere Haza programjának mintájára a Békés Csaba Hazavár program keretében támogatják a nyomdaipari oktatókat. Nehezményezte viszont, hogy az ország keleti felében élőket sok tekintetben mostoha gyerekként kezelik. Egyre többször érezhetjük úgy, hogy itt Békés Csabán, Békés megyében, mint hogyha nekünk nem járna ugyanaz az állami ellátás, ugyanaz a minőségű szolgáltatás, mint az ország többi részén. Ugye nem elég, hogy nem járnak az IC vonatok, az állomáson nem jár a lift, nekünk úgy néz ki, hogy nem jár a felsőoktatásban finanszírozott férőhely a főiskolán, a korzotéren az óra se jár, úgyhogy gyakorlatilag úgy érezzük, hogy nekünk szinte már semmi nem jár. Miklós Attila szerint az országgyűlési képviselőnek és a városvezetésnek közösen kellene küzdenie azért, hogy legyen Intercity vonat a Békés Csabának, legyenek államilag finanszírozott helyek az egyetem helyi karán. Azonban ezt az együttműködést, mint mondta, egyelőre nem látja. Új térrel bővülhet a Munkácsy Mihály Múzeum. A Békés Csabai közgyűlés csütörtökön döntött arról, hogy 200 millió forintos támogatásra pályázik. Amennyiben nyer, összeköthetik a múzeum két épületét, amely kiállítás megnyitók helyszíneként is működhet.
A tűzoltók kiállítás megnyitója a Munkácsi Múzeum udvarán májusban. Sokan érkeztek az intézményhez azért, hogy megünnepeljék a Békés Csabai tűzoltóság elmúlt 130 évét. Ez pedig már a Városi Gyermeknap nem sokkal később, ahol több százan fordultak meg egy nap alatt a programok miatt. Ezek a képek is jól mutatják, hogy a múzeum kezdi kinőni jelenlegi kereteit. A 70-es évektől már probléma volt az, hogy két különálló épületben van a múzeum anyaga. Tehát ez állandóan alapprobléma volt. Ráadásul a múzeum régi épülete magasabban van, mint a mai jankai gyűjtemény, és emiatt lépcsők vezetnek le, ahol többször már elcsúsztak. Tehát már ez alapvetően problémát okozott. Ezekről a lépcsőfokokról van szó, ráadásul az esős idő is sokszor nehezíti a helyzetet. Erre jelenthet megoldást az a bővítés, amelynek támogatására pályázik a város. A látványterv alapján egy olyan teret hoznának létre, amely nem csak összekötné a régi múzeumi épületet és a jankai kolozsvári tevangyűjteményt, hanem kiállítás megnyitók helyszíne és közösségi tér is lehetne. Az önkormányzat 200 millió forintos támogatásra nyújtotta be igényét, amelyhez a várakozások szerint önerő sem szükséges. 11 ezer hektár földet vásároltak a gazdálkodók Békés megyében a kormány kiemelten kezelt földet a gazdáknak programjában. Az elmúlt közel két évben négy ütemben árvereztek el állami tulajdonban lévő földeket, augusztusban lezárultak az aukciók. Az itt látható szántóföld területet vásároltam ez év márciusában, a területe 6,1 hektár. Adamcsik László a bérelt területekkel együtt 150 hektáron gazdálkodik. Most a földet a gazdáknak programban sikerült megvásárolnia egy általa már korábban bérelt 6 hektáros földterületet. Mivel nem csak szántóföldi növénytermesztéssel, hanem állattartással is foglalkozom, egyrészt alkalmas lehet takarmánytermelésre, illetve értékesítésre rendelt termények megtermelésére, gondolok itt napraforgó, őszi káposzta, recce, és hát ennyivel is gyarapodott a gazdaság mérete. A 2015-ben kezdődő földárverés során 955 földrészletet hirdetett meg az állam, ebből 581-et sikerült eladnia. A licitáláson felkínált földek összterülete meghaladta a 20 ezer hektárt a megyében, ebből 11 ezer hektárt értékesítettek. Megítélésem szerint a program sikeresnek mondható Békés megyében, az értékesített földek száma 61%-ra tehető. Jelenleg az adásvételi szerződések kifüggesztési folyamata zajlik, illetőleg a tulajdonjog bejegyzése. A gazdák átlagosan 5-15 hektár közötti területet vásároltak, 50-60 forint per aranykorona áron, tette hozzá Sóvári Tibor. A legsikeresebb járások a Sarkadi, Szeghalmi és a Gyomaendrődi voltak. Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter korábban elmondta, a kormány adósságcsökkentésre fordítaná azt a 270 milliárd forintot, ami az állami földek értékesítéséből folyt be. Számos fegyvert találtak a rendőrök egy békésszentandrási férfi házában. A gyanúsított még augusztus 12-én elütött egy kerékpárost, majd megállás és segítségnyújtás nélkül továbbhajtott. A kerékpárost a mentők életveszélyes sérüléssel vitték kórházba. A békésszentandrási férfit később elfogták a rendőrök. A gépjárművén a baleset óta több sérült alkatrészt kicseréltetett. Elfogásakor az autójában mintegy 30 kg élőhalat, a lakásán pedig légpuskákat, sportfegyvereket, egy házira készített fegyvert és hálókat találtak. A több bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 43 éves férfit a Békés Csabai rendőrkapitányság őrizetbe vette. A gyanú szerint a férfi engedély nélkül halászott és vadászott. Azért jött Békés Csabára, ez is a nyomozás során feltárt információkból következtethető ki, hogy egy férfit keressen fel, akinek rendszeresen hozott élő halat. Ez a férfi árulta itt Békés Csabán ezeket a halakat. Őt is gyanúsítottként hallgatták ki a munkatársaim, ellene orgazdaság miatt indult büntető eljárás. Kerékpárosok töltötték meg csütörtökön a városi sportcsarnok mögötti extrém sportpályát. A Közösségi Terek Éjszakája elnevezésű rendezvénysorozat célja, hogy bemutassa a fiataloknak a város közösségeit és programokat szervezzen számukra. Amerikai filmeket idéző zene és látványos trükkök. Ez várta azokat az érdeklődőket, akik csütörtök este kilátogattak a békéscsabai extrém sportparkba. Békési Albert másfél évvel ezelőtt jött ki először a barátaival a pályára. Azt gondolta, hogy nem fogadják majd be őket, de mindenki segítőkész volt, és azóta is ezt a sportot űzi.
aznap kitaláltuk, hogy biciklikkel fogunk foglalkozni, és egy és fél évvel ezelőtt elkezdtünk biciklizni. Én ennek nagyon örülök, hogy elkezdtem ezt a sportot, mert most ebbe van minden pénzem, és nagyon örülök neki. A létesítmény 10 éve fogadja a fiatalokat, ahol egy összetartó közösség alakult ki, de folyamatosan várják az újabb csatlakozókat. Aki elkezd kijárni, az így nagyjából jóban lesz az összes többi ember, akkor így elég összetartó csoport tud kialakulni. Aztán most Zsóter Márival találkozva így kicsit nagyobb közösség felé próbálunk nyitni, ugye, hogy legyen egy kis utánpótlás, meg több ember megismerje ezt az egész extrém sportolást, meg az ilyen embereket, hogy ez teljesen hétköznapi. A közösségi terek éjszakája elnevezésű rendezvénysorozatot azzal a céllal indított el a Táliber Alapítvány, hogy a Békés Csabán élő és tanuló fiataloknak bemutassák a város legérdekesebb közösségi helyszíneit, ahol új barátokra és hobbikra is találhatnak. Végig tudjuk járni egymás közösségi tereit, olyan fiatalokat is szólítsunk meg, akik esetleg nem tartoznak ezekhez a közösségekhez, de szimpatikus nekik az, hogy este 6 és éjfél között bárhová be lehet majd menni ezek közül a helyszínek közül, ott részt lehet venni a programokon, mindenféle kötelezettség nélkül. És ha valakinek megtetszik az a tér, megtetszenek azok a fiatalok, azok a tevékenységek, amik ott folynak, akkor akár be is kapcsolódhat a későbbiek során. A rendezvénysorozat szeptember 2-án folytatódik, akkor az Andrássy úti társas körben várják az érdeklődőket. Új edző és új játékosok. A Békés Csabai kézilabdás lányok már edzőmérkőzésekkel készülnek a hamarosan induló szezonra. Az utolsó harmadába ért a felkészülésük, az edző szerint a támadó játékon több javítani való is akad még. A szezon első mérkőzését Debrecenben játsszák majd. 4 új játékos és új edző is érkezett a Békés Csabai előrendnői kézilabda ese csapatához. A kapusposztot betöltő Triffa Ágnes elmondása szerint nem okozott gondot számára a beilleszkedés, és most még a védekezést jobbnak tartja a támadásnál. Úgy gondolom, hogy igazándiból senkinek nem volt ezzel problémája, tehát a külföldiek is teljesen jól beilleszkedtek emberileg. A játékunk nyilván még hektikus, sok új játékos érkezett, és teljesen új szisztéma van a Skalicki László révén. A védekezésünk talán azt gondolom, hogy az most előrébb tart, mint a támadásunk. Ez az edzőmérkőzéseken is megnyilvánul a játékos szerint, hiszen minden meccsen 25 gól alatt maradtak. Skalicki László elmondta, először az új csapatot kellett felépíteni. Jelenleg a technikai-taktikai repertoár beállításán dolgoznak, és a kondíciót is fejlesztik. Ugye a teljes belső négyes az tulajdonképpen átalakul, és ott nincs igazán olyan minőségi cserénk még pillanatnyilag, akik tudnának termentesíteni elsősorban lévő játékosokat. Ebből adódik, hogy hullámzik a játékunk. Az edző hozzátette, az is meglátszik a játékukon, hogy Valfis Mercedes még hiányzik a csapatból. Másrészt még egy játékos igazolását is tervezték, de ez egyelőre várat magára. A védekezésben ő is több pozitívumot látott, mint a támadó játékban. Ezen kívül, mint elmondta, még az összeszokottságból is akadnak problémák. Gávai Szonya szerint vannak nyelvi nehézségek és taktikai problémák, de nagyjából kezd összeállni a csapat. Vannak így taktikai dolgok, amiket be kell gyakorolni, meg akadnak egy-két ilyen nyelvi nehézségek, de egyébként így kezdünk összeállni, főleg a védekezésünk. Támadásban még így kéne pontosítani egy-két dolgot, de szerintem egy hónapon belül azért úgy összeáll. Tehát így jobb bajnokság kezdésére úgy hiszem, hogy jó lesz. A szezon első bajnoki mérkőzését Debrecenben játsza majd a csapat, de részt vesznek egy hazai rendezésű tornán is, ahol már a tervek szerint összeszokott együttesként lépnek pályára. Újra népes Békés megyei csapattal utazik a magyar válogatott a junior és kadett kickbox világbajnokságra. A jövő heti dublini megmérettetésen 25 versenyző képviseli Békés Csabát és Új Kígyóst. Július elején kezdte a munkát a debreceni Dezső vezette 21 fős csapat, amelynek tagjai Békés Csaba mellett Orosházán, valamint Csongrádon is edzőtáboroztak az utóbbi hetekben. Vicián Roland 3 évvel ezelőtt még a kadett egyes korosztályban lett Európa bajnok, most már egy csoporttal feljebb lépett és egy dobogós helyben reménykedik. Elég kemény ellenfeleim lesznek. Egész évben sikerült dobogós első helyeket hoznom,
viszont egy riválisom van, az angol nemzetiségű Cameron Doyle nevezetű fiú. Vele ilyen kiki meccseket szoktam játszani, néha ő győz, néha én, és megpróbálom minél jobb formámat hozni. Remélem, minél később kerülök vele össze, de tök mindegy, akármikor meg kell várnom. A Madács utcai iskola tornatermében az utolsó héten már a formába hozás és egy-egy versenyző számára a mérlegelés miatt a fogyasztás került a középpontba. A világbajnokságon ezúttal is népes mezőnyben kell bizonyítani a magyar versenyzőknek. Még ma reggel is rá pillantottam a nevezésekre, ugye egy online nevezési rendszeren folynak be a nevezések. Most jelenleg 1800 nevezés érkezett be 47 országból, úgyhogy azt tudom mondani, hogy tényleg egy húzós világbajnokság lesz, ami ránk vár jövő héten. Két egyenes forog, egy kis lábjesztés, két egyenes forog, követő rugás, blokk, és vissza ugyanaz a támadás. Az Illésházi utcai tornateremben Ricsovényi Károly tanítványai sem pihentek az utolsó napokban. A 14 esztendős Kürti Bonita két kategóriában is indul a világversenyen, így ennek megfelelően készült az elmúlt hetekben. Elég nehezen indult, és a erőnléti edzések nagyon nehezen mentek. A technikai rész az egy kicsit könnyebben, de ott is voltak hibák. Az Energy Gym csapatában Mészáros Attila sérülés miatt kiesett, így három versenyző harcol majd az írországi VB-n. A célkitűzés az volt, hogy önmagukhoz képest minél eredményesebbek legyenek, ez az egyik, meg tudják valósítani azt a szakmai munkát, amit tanultak, és lehetőleg dobogón végezzenek. Hogyha ez sikerül, hát akkor a legszebb álmom valósul meg. A békésmegyei versenyzők vasárnap utaznak Dublinba, ahol szeptember 5-éig tart az utánpótlás világbajnokság. Pénteken a díjhajtással kezdődött el a Nemzeti Fogathajtó Verseny Mezőhegyesen, amelyen 1-es, 2-es és 4-es fogatok mérik össze tudásukat. Szombaton a maratonhajtással folytatódik a viadal, míg vasárnap a leglátványosabb versenyszámmal, az akadályhajtással ér véget a megmérettetés. A program a hétvégén mindkét napján 9 órakor kezdődik. A szervezők a verseny mellett ingyenes szórakoztató programokkal várják az érdeklődőket. Szombat este a Kossuth díjas Bangó Margitat koncertet. Mezőhegyes a közeljövőben újabb rangos viadalt rendez, hiszen szeptember elején a fiatal fogat lovak világbajnokságának is otthont ad. A híradó ezzel véget ért, ha a továbbiakban is szeretnének friss hírekkel, cikkekkel, magazinműsorokkal találkozni, látogassanak fel az oldalunkra, a behir.hu-ra. Köszönöm figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!